Eltelt 5 év, letelt egy ciklus, Kósa Anikó képviselő hölgyel és külkapcsolati tanácsnokkal beszélgetünk, és próbálunk erről az elmúlt 5 évről valamilyen fajta mérleget vonni. Mi történt? Mi volt a jó? Csak jó volt-e? Mi volt a rossz, ha volt olyan? És úgy egyáltalán ez az 5 év, ez mit hozott az életében? Feltételezem, nem volt könnyű. Hát üdvözlöm a kedves tévénézőket. Ez egy nagyon nehéz és fogos kérdés, ugye, mert az elmúlt 5 évben mi kisebbségben, ellenzékben voltunk a jelenlegi testületben, és hát ugye, mint ellenzéknek nagyon sok probléma vagy hiba volt, amit megláttunk, és én úgy gondolom, hogy nagyon sokan voltak olyanok a testületből, akik sokat dolgoztak, csak nem kapták meg azokat a támogatásokat, amikre szükségük lett volna. Nagyon nagy elánnal indult ez a képviselő testület is, és azt hitték ők is, így először még kívülállóként, hogy itt aztán most mindent meg lehet majd valósítani, mindent meg lehet csinálni. És ezzel mindig az a probléma, én mint öreg róka tudom, hogy óriási elképzelések vannak, és mindenki abban hisz, hogy majd ő megcsinálja. És aztán egy idő után rá kell döbbenni arra, hogy nagyon sok olyan külső akadály van, ami miatt nem biztos, hogy meg tudjuk valósítani azokat az elképzeléseket, amikkel mi nekiindultunk egy ciklusnak. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy ebben a ciklusban volt elég sok probléma. Én főként a problémákat arra hegyezném ki, hogy itt másfél év után úgy látszott, hogy ugye megszakadt az induló egyesület harmóniája is, és kiléptek az egyesületből képviselőként is többen. És hát ez már alapból rányomja a bélyegét erre az egészre. Aztán azt követően nagyon komoly gondok származtak abból, hogy a polgármester úr és az alpolgármester úr is teljesen eltávolodott egymástól, tehát nem tudom, hogy ennek mi oka volt, emiatt az elmúlt időszakban volt egy testületi ülésünk is, hogy ezt tisztába tegyük, de sajnos ott sem sikerült ezt teljesen felszínre hozni, pedig ugye a város is, a városban élők és a politikát nyomon követők is észrevették, hogy itt azért eléggé komoly ellentétek vannak, és ezt onnan is lehetett látni, hogy ugye nagyon érdekes cikkeket rakott föl Hardi Péter alpolgármester úr is, ugye, ami egyértelműen következtetni lehetett abból, hogy itt valami nem kerek. Úgyhogy, és az utolsó időszakban ez teljesen kiélesedett, úgyhogy emiatt is komoly gondok voltak. Hát milyen munka folyhat úgy, hogy az alpolgármester és a polgármester nem áll szóba egymással. Tehát én nekem ezek, ugye én mint tapasztalt volt alpolgármester, tehát tudom, hogy ezekből óriási konfliktusok származhatnak. Na most én úgy gondolom, hogy mi mint az ellenzék, az első időszakban 3, aztán később már csak 2, megpróbáltuk azért elfogadni azokat az előterjesztéseket, amik a város javát szolgálták. Tehát nem próbáltunk igazából ellenzékiként neki menni mindennek, mert úgy gondoltuk, hogy ami a város fejlődését szolgálja, azt mindenképpen támogatni kell, mert hogy ezt a szekeret egyfelé húzzuk, tehát ez a város szekere, és nekünk az a feladatunk, hogy minden olyan jó dolgot, ami a városban előrelépést jelenthet, azt támogassuk. Igen, azt észrevehető volt, hogy önök az egy elég konstruktív ellenzékként próbáltak. Volt ebben olyan is, amiben nagyon nem értettünk egyet, ugye hát azt ki is nyilvánítottuk minden alkalommal, de én úgy gondolom, hogy nem voltunk valóban egy kemény ellenzék, és
De ez ha egyébként a városnak persze, a javát szolgálta. Ez teljesen egyértelmű, hogy mi ezért próbáltunk meg, hát ugye azért azt is tudjuk, hogyha valaki kis létszámban és ellenzékben van, azért olyan sok szava nincs, vagy olyan nagyon nem nyom alatban semmit, tehát elmondhatjuk a véleményünket, de a szavazás úgy is úgy alakul, ahogy gondolja a többség. De én azt hiszem azért úgy, tehát visszatekintve, nyilván voltak problémák, mindig vannak, de azért én emlékeim szerint azért sikereket is értek el, tehát hogy mindenképpen volt ennek a kis létszámú ellenzéknek is voltak azért hatásai. Igen, az azért jó volt, hogy meghallgattak minket is, és azért én úgy látom, hogy próbálkoztak, ha jónak tartották az ötletet, azért, hogy is mondjam, pici változtatás lehetett azon, amit ők elképzeltek, mert azért azt is hozzá kell tennünk, hogy nagyon sok esetben mi Rédei Imre képviselőtársammal azért tapasztalatból beszéltünk. Tehát nem csak a hasunkra ütöttük, mert most mi nem így szeretnénk, hanem tudtuk, hogy az előzőekben ezek hogy működtek, hogy nem működtek. És én mindig azt mondom, hogy mindig jobb más kárán tanulni, tehát ami nálunk nem működött, azt elmondtuk, hogy nincs értelme, mert higgyétek el, hogy kipróbáltuk egy, két, három, négy éven keresztül nem működött, akkor lehet, hogy nem kéne ugyanabba a hibába esnetek nektek is, és hogy lépjünk ezen túl, és hogy menjünk tovább, és vigyük a város ügyét másként. Tehát én úgy gondolom, hogy ezt a lehetőséget azért megadták nekünk is. Hát ez azt hiszem, hogy egyébként meg evidens, tehát mert ugye ön is azért már elég sok ciklust eltöltött a testületben, tehát nyilván, hogy jóval nagyobb és gazdagabb rálátása volt a városi történésekre, mint mondjuk egy olyannak, aki akkor került oda. Hát ez tény, én úgy gondoltam, hogy erre majd a végén ki fogok térni azért, mert ez nekem is szívügyem, és nagyon szívesen egy-két mondatban azért elmondanám majd azokat, amik ráérünk számomra is csak. Pontosak. Igen. Én itt azért egy-két olyan dolgot megemlítenék, voltak természetesen vannak, mint minden ciklus alatt pozitív és negatív dolgok is, ezt mindig a városi polgárok ítélik meg, és ugye a következő választásoknál ők tudnak ennek érvényt szerezni, hogy milyen megítélése van egy testületnek, vagy egy polgármesternek. De én úgy gondolom, hogy azért nagyon sok olyan probléma is adódott ebben a ciklusban. Itt én nem akarok konkrétan felsorolni semmit, de azért ott vannak a KFT-k, ahol az elmúlt időszakban én úgy látom, hogy nagyon sok gond van, nagyon sok probléma, amit meg kell próbálni megoldani, mert ez így nem működhet. Tehát annak idején nagyon sokszor mondta a jelenlegi alpolgármester úr, hogy mondjuk a kastély is egy pénznyelő automata, de aztán most meg kell nézni, hogy az elmúlt időszakban mit meg hogyan tudott fölmutatni a kastély. Tehát az előző mit tudom én, másfél-két évben, meg az azt megelőző időszakban is. Én úgy gondolom, hogy sokkal nagyobb segítség kellett volna a kastélynak is az elején, ezt ebben ne is menjünk bele szerintem. De ott van a másik KFT, a Pomász KFT, ahol meg úgy látom, hogy nagyon komoly személyi problémák is vannak, és nagyon komoly, hogy is mondjam, hát feladatellátási gondok. Úgyhogy én remélem, hogy a következő időszakban ez valamilyen szinten jobbra fog elmozdulni, és hát mert belátható. Mert egyfajta jobbulást fog. Igen, igen, úgy gondoltam én. Ez a jobb, igen, a jobb. Tehát, hogy javulást fog, tehát javuló tendenciát fog mutatni, akár a város felé, akár a képviselőtestület felé. De akkor ezek szerint erre lát esélyt? Hát... Ha jól én értem. Személy szerint nagyon sok változtatást vonnék be abba, hogy itt komoly esélyt adjunk annak, hogy a KFT jobban tudjon működni. Tehát itt akár személyi, akár strukturális, akár más jellegű
problémákat kellene megoldani, de nagyon, nagyon komoly problémákat. Elméletileg azért erre van lehetőség, vagy... Lehetőség mindig mindenre van. Akarni kell. Akarni kell. Mert ugye most beszéltünk már egy-két negatívumról, de biztos voltak pozitívumok is. Biztos. Kellett lennie. Hát. Igen, biztos voltak pozitívumok is. Én azt látom, hogy nagyon sok dolog megújult azért. Itt beszélhetnék a múzeumokról, beszélhetnék a művelődési házról, ami ugye nekem szívügyem volt hosszú időn keresztül, de még én mindig azt mondom, hogy mindig vannak mindenben lehetőségek, amiket meg kellene ragadni, és én úgy látom, hogy a városban élőket azokra a rendezvényekre is behívni, amik azért kicsit irodalmi, kicsit, tehát egy kicsit más szinten megtalálni az embereket. Mi is nagyon sokat próbálkoztunk vele, nagyon jó kis sikereink is voltak, de hát természetesen nekünk is voltak kudarcaink. Ez elég de én... sikos pálya egyébként. Igen, hogy azért a magyar irodalom, magyar történelem és minden más egyéb egy kicsit jobban apostrofálva legyen a nagy közönség belé. Mert ugye ezt már nem csak öntől, hanem azért többektől is hallottuk, hogy Pomáz azért szürkállományban nem panaszkodhat. Én ebben teljesen egyetértek, sőt, én az újaknak is mindig elmondom, hogy higgyék el, hogy az előttük lévő intézményvezetők, hogy a testület tagjai és mindenki óriási elánnal állt bele olyan ötletekkel, hogy el se tudjátok, vagy tudják képzelni, tehát... Most itt nem csak magamat szeretném fényezni, de például én a szakdolgozatomat Pomáz Csobánka közti egy 18 lyukú golfpályából írtam meg, de A-tól Z-ig, tehát és nagyon nagy lehetőséget láttam abban, hogyha ezt meg tudjuk valósítani, akkor ez a városnak egy nagyon-nagyon jó adó bevétele lehetett volna. Hát sok embert idehúg. És nagyon sok, tehát idegenforgalmilag is nagyon nagy előrelépés, szállodával, minden más egyébben, tehát itt már a tervek megvoltak, itt ugye voltak olyan befektetők, akik ezt nagyon üdvözölték. Igen, csak hát aztán ez is kicsit, szóval itt két településnek kellett volna úgy összehangolódnia, hogy ezt meg tudjuk csinálni, de sajnos erre sem. És ezer ilyen ötlet, ami tényleg rajtunk kívülálló okok miatt nem tudott megvalósulni. És én erre térnék ki, hogy tehát amit mondott, hogy valóban az előzőekben is volt szürke állomány rendesen. Tehát mondom, olyan ötletek voltak, hogy az fantasztikus, de itt azért nagyon, nagyon komoly probléma, hogy nincs annyi pénze a városnak, hogy mindez megvalósulhasson. Itt én visszatérnék a mi még a kezdetünkre, tehát a mi első ciklusunkra. Hát ott nagyon komoly problémák voltak azzal, hogy nem volt pénz a városnak, tehát ott valóban, nem úgy, mint most, mert azért én ezt egy kicsit utána néztem annak, hogy itt mivel is vette át az önkormányzat az előző testülettől, vagy az előző önkormányzattól, milyen pénzmaradvánnyal, vagy milyen költségekkel, kifizetendő költségekkel. Ugye, mert azt is tudjuk, hogy egy beruházást akkor fizetünk ki, amikor megvalósult. Tehát azokra a beruházásokra ugye a pénz az, főleg ha pályázati pénz volt, tehát azt nem lehetett csak úgy elkölteni, ahogy a mai napig nem lehet pályázati pénzt másra költeni. Hát annak meg kell lennie, és hát ugye ezeket, mint a kerékpárút, vagy ilyesmi, ezeknél még a befejezés az erre, vagy az átadás, inkább azt mondanám, erre a testületre hárult. Azért visszatérnék arra is, hogy ugye nagyon-nagyon nagy volt a városadósság, ami úgy vettük át, és az első időszakban itt arról volt szó, hogy működtetni tudjuk a várost, nem az, hogy beruházásokat tudjunk végezni. Mikor a konszolidáció megvolt, azt követően lehetett már gondolkodni fejlesztésekben, beruházásokban, és én úgy gondolom, hogy az előző testület is oda tette magát. Tehát vissza kell kicsit lapozni, vissza kell nézni azokat az elvégzett munkákat, amiket az előző testület
vagy az előző hivatal megtett. A hivatal is ugye jóval kevesebb létszámmal dolgozott, de én úgy gondolom, hogy ők is nagyon lelkiismeretesen oda tették magukat mindenben. Volt, akinek 2-3 munkaköre volt, de elvégezte. Tehát azért mondom, hogy mindig is sok munka volt a városban, tehát ezt nem lehet azt mondani, hogy nem. Hát egy város mindig ad munkát. Persze, és hát ez mindig, én azt mondom, hogy a vezetők rátermettségétől függ, hogy tudják megoldani ezeket a helyzeteket. Tehát ha jól értem, akkor ugye az a mostani testületről így dióhéjban, tehát hogy valamilyen fajta elefántcsontoronyban voltak, és nehezen ment a körbetekintés. Hát én nem is ezt mondanám, hanem inkább azt mondanám, hogy ők mindent újra akartak kezdeni, mindent másképp megcsinálni. Ez, amire az előbb elmondtam, hogy tehát nem mindig újítani kell mindent, hanem tanulva az előző hibákból, ugye elindítani azokat a projekteket, amiket valóban meg lehet valósítani. Tehát nem egyszerre 600 ötlet, hanem szerintem föl kell építeni egy olyan koncepciót, ami alapján rendesen tud működni a helyzet, és nem egyszerre 600 dolgot, hanem 3-at, de azt akkor profi módon megcsinálni. Hát igen, mert ugye ilyenkor a kevesebb, néha több. Igen, igen, igen. Az elmúlt, még mindig az elmúlt 5 évre visszatekintve, említette ön is, meg ugye ez is eléggé, hát hogy mondjam, köztudott, hogy a város lakók nehezen megmozdíthatóak. Hogy ön, mint képviselő, mint tanácsnok, ez egyrészt így látja, és másrészt van-e arra remény, vagy történt-e valami lépés ez ügyben, mert mindig azt halljuk, hogy Pomáz alvó város, és hogy ebből akkor lehet majd kilépni, amikor valamilyen fajta aktivitást lehet a városi lakóknál elérni. Hát ez egy nagyon fogós kérdés azért is, mert nagyon sok a kiköltöző az elmúlt időszakban, ugye ezt tudjuk, pont ezért is gondolta a testület, hogy megtelt a város, tehát most már... Nem provokálni akartam, csak, persze, csak értem én. Mint képviselő valószínűleg erre nagyobb rálátásra van, mint mondjuk egy egyszerű embernek. A másik pedig az, hogy valóban, és ezt én tapasztalatból mondom, hogy tényleg alvóváros. Tehát közel, tehát itt az agglomerációban, ugye ott van Szentendre, és én félre ne értsenek, tehát én nem azért mondom ezt el megint, hogy mit nem lehet megcsinálni. A tapasztalat az, hogy Szentendre, Budapest, tehát nincs olyan távolságban, egészen más infrastruktúrákkal felszerelve, egészen más lehetőségekkel. Például csak mondok valamit. A művelődési házban egy színházi előadást egészen másként rendezünk meg, vagy rendeztünk meg, mint egy budapesti színházban, ahol minden lehetőség adott, tehát más millióbe tudjuk belerakni azt az előadást, mint ami hivatal. Ezért van az, hogy csak olyan előadásokat tudunk hívni, ahol kisebb a díszlet, ahol elfér a színpadon. Kevesebb a szereplő. Igen, kevesebb a szereplő. Tehát azért mondom, hogy ha pedig valakinek olyan igénye van, akkor fogja, beül a kocsiba és bemegy Pestre. Tehát nem egy távolság. Fél óra alatt bent van, megnézi az előadást, fél óra alatt itthon van. És én azért mondom, hogy nagyon nehezen lehet úgy kimozdítani az embereket, és akiket ki lehetett annak idején, azok szépen lassan elmennek, vagyis megöregszenek, mert hogy akkor még nagyon... Kikopnak a rendszerből. Igen, nagyon-nagyon jó dolog volt, amikor tényleg idehoztunk egy olyan előadást, amire csak hívve lehetett bemenni, csak... Szóval én például csináltam színházbuszokat annak idején, és az 2-3 buszt simán meg lehetett tölteni egy előadásra, de ha már idehoztam volna ki, nem biztos, hogy itt, mert maga az élmény, az, hogy bemehet
és megnézheti az idősebb korosztálynál is sokkal, sokkal jobb, hogy nem neki kell megoldani azt, hogy most ő fölül a hévre, bemegy, és izé, hanem csapatban elmegyünk, élmény, azt követően beszélgetni tudnak róla. Tehát ilyen jellegű élményeket lehet az embereknek szerezni, és én úgy gondolom, hogy mindenre sokkal nehezebben mozdulnak ma már ki. Tehát nézzük meg a fiatalokat, ők is el vannak a kis saját világukban, az internettel, a mobiltelefonokkal, a videójátékokkal, és nagyon nehéz őket. Én látom az iskoláknál, meg úgy a művelődési házban is a régiekben, vagy a régmúltban, hogy amíg még ezek a műszaki dolgok nem voltak, sokkal inkább be lehetett őket vonni bármire. Például mi pénteken esténként csináltunk egy Kék Kocka nevezetű rendezvényt, ahova a környéken az összes fiatalt vártuk, egy kis zsíros kenyérrel, egy kis teával, volt pedagógus, pszichológus segítségünk, és egy nagyon jó kis, és akkor lehetett pingpongozni, csocsózni, és a gyerekek nagyon szívesen jöttek. És nagyon nagy élmény volt, és ez minden pénteken évfélig ott lehetett lenni, ugye úgy, hogyha a szülők engedélyt adtak rá, hogy ekkor vagy akkor haza kellett menni. Természetesen, de ma már más világ van. Ma már nincs erre akkora igény, és ezt erre vissza is kanyarodnék, hogy a mai kommunikáció óriási problémát jelent szerintem, mert nem mindenki csatlakozik föl a honlapra, nem mindenki, tehát a kiplakától dolgokat az autósok nem látják, tehát azért mondom, hogy ott tartok én is, hogy ezer éjszakán ment arra rá, hogy én ezen gondolkodtam, hogy mégis hogy lehetne jobban elérni az embereket. És van megoldás. És én se találtam meg a megoldást. De ez a Facebook és mondom honlap dolog, az talán kicsit kimozdítja a fiatalokat és az embereket, főleg akik értenek hozzá, az időseket már nem annyira ebből az egészből. Úgyhogy nagyon nehéz dolguk van most a művelődés szervezőknek, ezt én garantálom, hogy ez és egyre nehezebb lesz. Tehát, és a városokban meg ezeket az intézményeket fenntartani horribilis összeg. Ezt tudjuk. Annak idején nekünk még 30 ezer forintos ellátmányunk volt egy hónapban, tehát meg lehetett nézni, hogy mit lehetett abból csinálni, nagyon össze kellett húzni, és mi is úgy voltunk vele, hogy mindig mindenhol koldultunk, hogy hát nem lehetne kicsit olcsóban, nem lehetne kicsit így vagy úgy, de én úgy gondolom, hogy semmiféle színvonal romlás vagy plusz nincs ebben a dologban. El kell fogadni, hogy kicsit más felé megy manapság már az élet, tehát. Hát a maga a világ, meg ugye az élet, a tempó, ez változott. Bizony. De ugye talán ez lenne benne a nagy trükk, hogy akkor lépést váltani, és valahogy ehhez idomulni. Én úgy vagyok ezzel politikában is például, hogy azért nézzünk bele egy kicsit ebbe a dologba, hogy a politika nem változik, csak a résztvevők változnak folyamatosan, és megnézhetjük itt a több századra, tehát század elejére visszamenve, vagy bármikor, költők, politikusok, mindenki ugyanazt elmondja, azokat a problémákat, amivel ma is ugyanúgy szembesülünk. Tehát ezért mondom, hogy vannak területek, amiket igazából változtatni nem nagyon fognak tudni, és én úgy gondolom, hogy ezt el kell fogadni egy idő után, tehát lehet egy ideig küzdeni ellene, de egy idő után el kell fogadni, hogy igazából sok úgy nincs a nap alatt. Hát, és biztos, hogy el kell fogadni? Nem, a technika területén nem. De én úgy látom, hogy minél jobban az emberek a technikára, nem is tudom, tehát a mostani intelligenciára hagyatkoznak, annál kevesebb lesz a kapcsolat. Ugye az elején említettem, hogy nem csak mint képviselő vett részt ugye a testületben, hanem mint külkapcsolati tanácsnok is. Itt mik a tapasztalatai? Hát itt meg kell mondjam őszintén, hogy nagyon elkeserítő tapasztalataim vannak, mert volt egy időszak, amikor én még nem voltam tanácsnok az előző ciklusokban, amikor óriási volt
a testvérvárosi kapcsolatok lehetősége. Itt most Oberhausennel kapcsolatban volt aztán a lengyel, tehát nagyon sok kísérletünk volt, nagyon sok össze is jött, nagyon jó kis kapcsolatokat alakítottunk ki, utaztunk, jöttek, mentünk, próbáltunk egymásnak különböző területeken segíteni, úgy, mint a tűzoltóság, ugye tudjuk, hogy nagyon jó kapcsolatot ápol szerintem még a mai napig is. De az a probléma, hogy az elmúlt időszakban itt külpolitikára is hivatkozhatnék, az EU-s hozzáállásokra és minden más egyébre, eltávolodtak tőlünk azok az országok, azok a városok, akikkel mi eddig szoros kapcsolatot tartottunk fönt, és mindig érdekes, mindig másra hivatkozva, de lemondták azokat a... Például pályázatot próbáltunk együtt a német testvérvárossal megpályázni, nagyon jó összeg volt, nagyon, és ők azt mondták, hogy ők nem szeretnék. Próbáltuk megkeresni a lengyeleket, próbáltuk ugye a szerbekkel is volt, és nagyon finoman, de mindenhonnan elutasítást kaptunk. Tehát ők, nekik erre már nincs idejük, nem akarják, és ez valahol visszavezethető. Tehát ez ugye inkább kifogásnak tűnt. Igen, akkor. Igen, ez egyértelmű, hogy kifogások voltak, ezt nekünk tudomásul kellett venni a 126. telefon és e-mail váltás után, hogy hiába erősködünk, ez nem fog működni, úgyhogy ezt el kell engedni, és akkor itt ilyen nagyobb rendezvényeket próbáltunk saját erőből megcsinálni. Ami arra volt, volt is jó néhány. Volt is, igen, volt is, de azért azt is el kell mondanom, hogy nem volt egy óriási támogatottsága a városon belül sem azoknak a dolgoknak, amiket mi szerettünk volna. De például az Európai Zene Napja. Ez megtörtént, az egy nagyon jól sikerült dolog volt. Ugye a tanácsnokoknak van két segítőjük, tehát itt el kell, hogy mondjam, hogy én köszönöm Nagyné Farkas Anna Máriának és Halászné Gambár Marikának a segítségét. Nagyon sokat összeültünk, próbáltunk kitalálni programokat, amiknek egy részét meg is tudtuk valósítani, a másik részét érdektelenség miatt sajnos nem, de dolgoztunk ebben az egészben, úgyhogy én remélem, hogy nem sikertelenül. Kérdés, hogy a következő testület ezt mennyire tudja majd továbbvinni, vagy van-e arra lehetőség, vagy mód, hogy változik egy kicsit az eddigi testvérvárosok hozzáállása, és aztán próbálnak velünk együtt előrelépni ebben a dologban. Akkor kül kapcsolati tanácsnokként azért nem volt olyan könnyű dolga. Nem. Abszolút nem volt. Nagyon sok fölösleges munkát tettünk bele, amit máshova is lehetett volna ezeket az energiákat átcsoportosítani. De talán a jövőben ez... Bízunk benne, hogy beérik ez a dolog is előbb-utóbb. Az elmúlt időszak tapasztalatait, és ugye itt akkor voltak rossz tapasztalatok is, jók is, ezt feltételezem valamilyen formában azért próbálja átörökíteni. Igen, hát én most benne vagyok a Szeretünk Pomáz Egyesületben, és én nagyon szeretném, hogy azoknak a képviselőknek, vagy az egyesületi tagoknak, vagy azoknak, akik velünk együtt indultak, és mondjuk jelen pillanatban sikertelenül végeztünk, hogy átadni azokat a tapasztalatokat, azokat az elképzeléseket, amik még úgy bennem élnek, de a jelenlegi képviselőknek is, aki hozzám fordul, nagyon szívesen segítek bármiben, tehát azért nagyon hosszú időszak volt, amíg én itt voltam a városban, és hogy ebbe beleszőjem azt is. Rengeteg tapasztalat és ismeret. Igen, hogy beleszőjem azt is itt a vége felé már, hogy én most per pillanat ugye búcsúzom is a városban lakóktól. Én 26 évig voltam ennek a városnak a képviselője. Ebből 9 évig voltam a városban elsőként, nőként úgy, tehát nőként, elsőként a
9 évig alpolgármestere, és persze természetesen voltak ebben nagyon-nagyon jó dolgok, voltak nagyon rossz dolgok is, de hát az embernek ilyenkor ugye fel kell vállalni mindent. Én úgy tapasztalom, hogy ez egy nagyon, én nagyon szeretem ezt a várost. Tehát nagyon sok olyan lakója van, akikkel a mai napig tartom a kapcsolatot, és keresnek, és jönnek, és segítséget várnak, és én soha nem fogom azt mondani, hogy nem, ha én képviselő vagyok, vagy ha nem vagyok képviselő, és olyan jellegű dolgot kérnek tőlem, ami emberileg megtehető, biztos, hogy mindenki számíthat rám, tehát ez nem azt jelenti, hogy most én itt lehúzom a rolót, otthon ülök, és várom, hogy majd valami más is történjen. Én szeretnék azért részt venni a város életében nagyon sok területen, és úgy gondolom, hogy van is hozzá elég tapasztalatom és vitalitásom még, hogy ezt meg is tegyem. Úgyhogy én nem, tehát szeretnék nagyon pozitív maradni, és tényleg nagyon segíteni. Meg azt is azért úgy elmondanám, hogy az elmúlt időszakban is, tehát meg kell, hogy köszönjem a hivatal dolgozóinak azt a munkát, amit ők véghez vittek, még így is, hogy kicsit nehezebb volt, mert ugye nagyon nagy volt a fluktuáció, tehát nagyon sokan jöttek, mentek, de azért megpróbálták ők is fenntartani a hivatal szintjét. Aztán én nem is tudom, tehát a képviselőtársaimmal is én nagyon jól kijöttem most is, tehát nekem nem voltak különösebb problémáim, úgyhogy én csak azt tudom mondani, hogy akik ott maradtak, azoknak nagyon jó munkát kívánok, és tényleg nagyon nagy dolog az, hogy most ők ilyen felállásban fognak dolgozni. Polgármester úrnak biztos nem lesz könnyű, lesz egy-két álmatlan éjszakája, de szerintem meg fogják tudni oldani a problémát, mert azért felelősségteljesen kell ezt a dolgot vinni, tehát azoknak, akik most bekerültek, tudniuk kell, hogy itt nem lehet úgy ellenzékbe vonulni a polgármester ellen, hogy most egy költségvetést nem elfogadni, egy bármi más egyebet, mert annak nagyon komoly következményei vannak a városra nézve is, tehát nem kapják meg az állami lefinanszírozást. Nagyon komolyan rossz következményei. És rossz, igen, hát ez egyértelmű, úgyhogy én azért gondolom, hogy egy felelősségteljes testület fog fölállni most is, és számon fogják venni azt, hogy ők miben lehetnek bármilyen szintű ellenzék, és miben nem. Tehát a város fejlődésekkel, hogy első körben ugye a szemük hát előtt lebegjen. Hát hiszen a testületnek ugye ez lenne a prioritása, hogy... Igen, csak én azzal vagyok problémában, hogy ugye itt a személyes ellentétek ne kerüljenek jobban felszínre, mert abból tényleg komoly gondok lehetnek. Akkor a beszélgetésünkből én azt a konklúziót tudom levonni, javítson ki, ha tévedek, hogy az a fajta szándék, ami eddig is vezérelt a testületben, hogy akár döntéshozóként, akár ellenzénként, mindegy, hogy nézzük, mindenképpen a konstruktivitása fontos, és mindenképpen egyfajta konszenzusra való törekvés. Tehát, hogy az, amit közösen meg lehet valósítani, akkor azt ugye próbáljuk is meg közösen megvalósítani. Hát igen, ezt mondjuk a most felálló testületnek kell, hogy elmondja, mert igen, én úgy vagyok ezzel, hogy azért ne felejtsük el, hogy minden permanensen ismétlődik. Tehát azért lesznek itt jó dolgok, lesznek itt rossz dolgok, amiről beszéltünk az elején, de úgy gondolom, hogy elmondtuk, átbeszéltük, és meglátjuk, hogy fog működni majd a testület. Bízunk benne, hogy tényleg jó lesz. Én pedig nagyon szeretnék segíteni ebben. Úgyhogy... Hát akik eddig Kósa Anikóhoz fordultak segítségért, ők most ugyanúgy tovább megtehetik ezt tulajdonképpen. Természetesen. És én itt most az utolsó szójogán még nagyon sok egészséget szeretnék kívánni a pomázi embereknek, mert abból az a legfontosabb,
és tényleg azt, hogy... És ez a legjobban fogyó igen, dolog. Igen, igen, igen. És amit én még meg tudok értük tenni, azt nagyon szívesen megteszem. Úgyhogy egy kis szívfájdalom azért még van bennem. Úgy gondoltam, hogy azért egy következő ciklust még én is be tudok vállalni, de hát azt követően az idő már fölöttem is eljár, úgyhogy azért tartom itt a mappámat is, mert ugye azért, ahogy az ember öregszik, feledékeny is lesz, de én nem, bízom ez az benne, ön esetében nem áll fel. Ó, nagyon szépen köszönöm, de én bízom benne, hogy minden jó lesz az elkövetkezendő ciklusokban is, és aztán az azt követő ciklusban megint mindenkinek áll a zászló, megmérettetheti magát, úgyhogy akinek most nem tetszenek dolgok, azok elindulnak, és majd ők megváltják a világot. Hiszen 5 év múlva újból mérleget igen. kell vonni. Hogy... Igen. Én nekem nem feltétlenül posztom, de azért én szeretném a magam részéről is, és a város nevében is azért megköszönni azt az időt, amit azzal töltött, és azt a ténykedést, amit a város érdekében tett, hiszen az elmúlt 5 évet nézve sem kevés, meg ugye az elmúlt 26 évet sem. Igen, ezt főként a barátaim és a családom tudja, hogy én mennyi energiát és időt tettem ebbe bele, de valóban én nem frázisokat szeretnék itt pufogtatni, de nekem valóban nagyon fontos volt ennek a városnak az előrelépése, és nagyon sokan azt mondták nekem, hogy hát persze, mert annyit kerestél, meg képvisel, és aztán úgy elgondolkodtam rajta, hogy úgy szeretném úgy többeknek elmondani, akik ebben azt látják, hogy én nem gazdagodtam meg. Én, mint alpolgármester, 158.200 forintot kerestem, tehát én úgy gondolom, hogyha ezt valaki mérlegeli... Ezért nem egy vagyon. Az nem, és a város második embereként, ugye azért a felelősség az óriási. Én nagyon sok időt és energiát vettem el a családomtól, mert azért ugye a műfázis ott volt, ahol ugyancsak szombat-vasárnap, éjjel-nappal, ünnepek, minden más egyéb, de én úgy érzem, hogy ebben mindent megpróbáltam belerakni, és minden szinten megpróbáltam előrébb vinni a várost. Úgyhogy, és nagyon szépen köszönöm azt, hogy megköszöntétek, vagy megköszönted, és bízom benne, hogy azért ez mások részéről is ugyanígy lesz majd. Hát én ebben biztos vagyok, úgyhogy szerintem ez nem kétséges. És attól még, hogy nem képviselőként, de azért a jövőben még azért... Természetesen én azért itt leszek a körforgásban szerintem, akár az Egyesület részéről, akár bármilyen szinten, tehát én úgy gondolom, hogy még találkozunk. Találkozunk, igen.